Na, Artur eljön megnézni edzeni. Igaz, Artur? Apa megy melózni. Na jó, azért ennyire nem beteg, és ez a kutya, az kutya, nem gyerek. Szóval megyünk edzeni a teremben, most egy gyors ilyen kondíciós edzés lesz. Ilyen rövid edzés, sprinteket nyomunk igazából, ilyen airbike-on, meg iskolázunk. Nem tudom, hogy mi lesz, de elvileg kemény lesz. De szerencsére van egy operatőrünk, aki ezt fel tudja nekünk venni. Gyertek velem! Megérkeztünk a szentély elé, Harnax 365, HK Boxing. Szeretek edzés előtt idejönni egy 20-30 perccel, mert van időm hengerezni, ugye a masszázsgépet használni. Got the devil in your
Edzésen is. Nos, kocok, a mai videóban egy erőlti edzést láthatotok. Ez egy péntek délutánon volt. Egy 3x5 percet pörgettünk meg. Voltak benne sprintek, iskolázások, airbike, különböző szorítások. Ugye a szorítási állóképességemet is fejlesztjük. Eléggé elfáradtam, de viszont a edzés után nagyon gyorsan regenerálódtam, tehát egyáltalán nem voltam fáradt, és azért se csináltunk 5x5 percet, mert ugye ez pénteki edzés volt, és másnap volt még egy hosszabb 5x5 perces ugyanilyen ilyesmiféle erőléti edzésem, de ott több ilyen, hogy mondjam, szituációs gyakorlat volt, hogy például félgárdban vagyok, onnan kell szabadulni, stb. A lényeg az, hogy nagyon jó formában érzem magam, 3 hét van a mérkőzésig, tényleg alig várom a mérkőzést. A jövő héten még fogok jelentkezni pár videóval, azután is a Fight Weekend nem biztos, hogy tudok majd videózni, attól függ, hogy mennyire lesz energiám, de leginkább a mérkőzésre szeretnék fókuszálni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, mert amint látjátok, egyre több videóval jelentkezem, egyre jobban kezdem megszeretni ezt a videózást, és látom, hogy tetszik nektek, és hát ha tudok egy-két hasznos tanácsot, vagy tippet, vagy ötletet adni nektek, kövessetek az Instagramon, légy szíves, Ádám Boris néven, Facebookon, Ádám The Kid Boris néven találtok meg. Ha tetszett a videóm, akkor légy szíves, osszátok meg, hamarosan újra jelentkezem, január 25, te pedig gyere, mert alig várlak.